mert ő sohasem volt a sietés embere. Semmit sem ötletesen, hanem mindent lassan, megfontolva, biztosan végzett el. Olvasom Kemény Zsigmondról. A jellemzést azért vonatkoztatom rád, kedves István, mert úgy vélem, a nagy erdélyi író rokon és követendő példa számodra. Kései megismerkedésünk alkalmával ezt a magabiztosságot azonnal éreztem, mint a fizikumod, önbizalmad, nyugalmad, bölcs egyszerűséged oly magától értetődő lenne. Mint a tevékenység öröklött ösztöne, a kétkezi tapasztalatokból következő anyagszeretet, jogi tanulmányaidból az életbe vágóan pontos kifejezés kötelessége is befolyásolták volna írói személyiségedet. És az elhivatottság bizonyosságával dolgozol, és nem csak megírni, de meg is kell teremteni a művet. És miként a működéséhez a teremtett világnak nem lehet egyetlen tökéletlen pontja, azért ebben az életműben is minden mondat úgy fontos, ahogy része az egésznek. Ahogy megvan mindegyik műnek a tengelye, úgy függ ennek, annak működésétől az egész egyszerre együtt, miközben hatalmas anyagot tart mozgásban. Ez a tengely a főmotívum, kiválasztódik az életvalóságból, a kőhull apadó kutba szerelmi gyilkossága, az agancsbozót abszurd helyzetben kovácsolt vasra kényszerített szereplőinek sorsa, a hollóidő a török fogságba vetett prédikátor kiszabadításának története. És úgy él minden történet, mint valaki a környezetében, és a környezete is együtt él vele abban a hatalmas, lüktető organizmusban, mely a való élet csodálatos, összefüggő halmaza. Ahogy az égból szférái egymás burkát képezik, úgy fedik egymást regényeid rétegei, és egyre nagyobb bőséget tapasztalunk, mikor alászállunk azokban. Megszokott serény szorgalomból indul a nép a gyilkosság reggelén, és az égbe kiáltó bűn miatt érezni úgy, milyen roppant, vegetatív közönnyel létezik a város magán túl minden iránt. Abban a kisvárosban gyökerezik a főszereplő sorsa, elszakadva már szülei és a Timár elődök utcájától is, de mi a Timár mesterség titkaiba részesülünk azért, hogy kimerítően megérthessük a múltat a jövővel együtt. Hogyan indul végzete felé egy nő, egy család, egy város, melyet Jajdonnak neveznek, egy ország, melynek addigi létezéséből talán csak egy-két évtized van hátra. És mi tudjuk, majd az évszázadokkal előbbi folytatása egy másik hollóidő következik be attól, hogy a nagy olló egy Amerikába készülő magyar paraszt szívéig hatol. Világháború és trianoni béke. Minden mondatnak oka van, és következménye lesz. Ami az olvasónak természetes, bár én is olvasóként fogom föl a regényeket, mégis mint író, aki szép prózával is foglalkozom, csodálkozom az elmélyült tudáson, mert gyerekkoromban a Timár mesterségből édesapától sok mindent elsajátítottál, és az ifjú mozdony lakatosnak szeretett köze lehetett a vasakhoz, a vasmunkához, de azt az aprólékos tudást
mely mondatonként meglep, csak örökös készenléti állapotban, rendkívüli memóriával lehetett megszerezned, és ébren tartott iklettel működtetni. Szimbolikusan fejezi ki a megismerés és az alkotás folyamatát a szamuráj kard és a damaszkuszi penge kikovácsolása a furcsán működő barlang hámorban. Mire elkészül, mássá válik a felületet csiszoló ember, ahogy az acél egyre tökéletesedő tükre elragadja a tükörképével, révületbe ejti, s valami másolít állapotában mássá változtatja teljesen. De ez már a mű felső szintjein történik, a metafizika, az álmok és a költészet szférájában. A regények konkrét, realista alapja fölött az erkölcs, a jog és filozófia rétegében vagyunk. Ott szépül meg a bűnös asszony, aki otthon is egy másik világ részen él már szerelmének kisajátított áldozatával, s az a valaki öli meg egy kézközelben lévő fahasából, aki a halott szolgálatait folytatva követeli a bérét, és nem tudja, hogy gyerekkori sérelmein áll bosszút, amiért párja lett belőle. Az agancsbozót kizárólagosan jelen idejű, s a jövő sejtelme és ott létük célja nélkül élő négy kovácsának döntenie kell a szökés végzetes kockázata és a kiszolgáltatottság között. Megéri-e, hogy eljussanak a romerdőn, mint agancsbozóton át a szarvasok szabadságába. A hollóidő végletes jellemeket nevel a háborús bizonytalanságban, ezek a Balassi Bálint korabeli reneszánsz emberek, mint Fortunátus iskolamester, a török ellenes konspirátor, a bűn ellenében akarja a jót, életeket ment, miközben maga is bűnössé válik, levágott török fejeket skalpol, majd az ő feje is a csata után levágott fejek piramisába kerül, eltitkolt fia az aprót kezéből. A valóságot azonban az érzelmek, az álmok költészete tartja össze, és emeli föl, mert olyan sugárzást bocsát ki az írás, hogy a művek égboltján látható szépségek által megrendítő élményben részesülünk, nem csak a paplak mesebeli érzelmi szabadságot élvező asszonyai lepnek meg viselkedésükkel, szerelmi életük már-már az emberi mértéktől független álombeliségével, ahogy a vér parancsának élnek szemérem nélkül, ahogy a virágzó kenderföld bájoló virágpor fellegébe süllyednek. De az álmok külön valósága is, amely összemosódik az emlékezéssel, a megsejtett jövővel, miként az apródnak, vagyis a deáknak a jóslás, a barlangi csapat kovácsainak pedig az életbe tartó fantázia. Ilyen az asszony ábrándi játéka, mikor a festmény Rákóczi fejedelem iránti képzelmei alatt simogatja el cselédje göcsörtös izmait. Ilyen szépséget varázsol még a magashegyi barlang előtt nyíló kosbor egyetlen makacs szála is. S a karcsiszolásba révett ember színe változása, hiszen az őt fölemelő ihlet téged tett próbára, és téged segített, mintha már valami súgást halva írnál.
nem csak a regények rendszerében sokasodó tények adagolásáról, szerkesztéséről kellett hűen gondoskodnod, vagy jól használni a nyelv korokhoz illő változatait, a nyelvújítás előtti utáni, az erdélyi, de még az új jövevényszavakkal tetszelgő nyelvet is, és azt is el kellett érned, hogy a szavak éljenek és sugározzanak, hogy vonzanak, hogy befogadhassuk műveid teljességét. Egy korosztályhoz tartozván veled egyidősen, baráti tekintettel nézek föl írói életművedre, és annak folytatását várva kívánok gazdag éveket, jó egészséget, töretlen élet és munkakedvet. Isten éltessen!